A Budapest Honvéd debreceni VSC mérkőzés félidejében adták át a Puskás Ferenc Alapítvány idei díjait. Az elismerést az alapítvány minden évben egy kiemelkedően teljesítő és példás magatartást tanúsító fiatal labdarúgónak, illetve az utánpótlás nevelésében átlagon felüli munkát végző edzőnek, szakembernek adományozza. Ez a díj, ez a Puskásöcsi kis szobra, amit Kristóf Lajos alkotása, aki egyébként itt van a pályán, azt gondolom, hogy méltóan reprezentálja azt, hogy egy nagy labda, a magyar labdarúgás legnagyobb egyéniségének keresik azt a utódját, netán követőjét, akire jövőben is büszkék lehetünk, úgy, mint a Puskás öcsére. Ez a cél. A Puskás Ferenc díjat az idei évben Farkas Tibor az U17 vezetőedzője, és Szendrei Norbert a Honvéd középpályás játékosa kapták. 20 pont előnnyel megnyertük a bajnokságot, ami példátlan még, tehát ilyen nem fordult még elő a kiemelt bajnokságok tekintetében, de amire büszkébb vagyok, az az, hogy 5 válogatott játékossal tudtuk képviseltetni a Honvédot, a korosztályos válogatott, ezzel az 5 játékossal gyakorlatilag kijutott a brazíliai világbajnokságra, ami nagy szó, mert mostanság ilyen nem volt. Tehát én azt gondolom, hogy itt a játékosok egyéni fejlődése az nagyban hozzájárult ahhoz, hogy ez a díj hozzám került most. Mikor ide kerültem ugye az akadémiára, akkor arra vágytam, hogy ilyen díjakat tudjak nyerni. Mi a célod? Hova szeretnél kerülni majd? Hát most is felnőtt csapatban játszol, de hogy hova szeretnél kerülni? Hát alapvetően még először így szeretném azért jó teljesítményt nyújtani, szóval még egy pár meccset, nem is pár, hát jó pár meccset szeretnék itt játszani, és utána, ha úgy alakul, akkor esetleg külföldre. A hagyományoknak megfelelően a névadót ábrázoló díjat, mely Kristóf Lajos szobrászművész alkotása, Gajda Péter polgármester és Fenyvesi Dezső, a Puskás Ferenc Alapítvány kuratóriumának elnöke közösen adták át. Az önkormányzat anyagilag is támogatja az alapítványt, és bízunk benne, hogy a jövőben is lesznek olyan tehetséges játékosok, akik majd a nagy csapatba is megvillanthatják, megcsillanthatják azt a tudást, amit itt az utánpótlás, a Honvéd utánpótlás csapatainál tanultak, megszereztek meg. Habár a mérkőzésen David Lanzafame 2 gólt is szerzett, mégis a Debrecen lett a győztes a Honvéd ellen a labdarúgó NB1 negyedik fordulójában. Így továbbra is pont nélkül maradt a kispesti csapat.